Mi vagy az egész világ az Oscar-díj átadásról beszél, mi sem maradhatunk ki ebből, pláne, hogy az idei Oscar egy ilyen na végre felkiáltás jegyében telt sok szempontból és sokak számára, különösen nekünk, hiszen szerintem nincs ember az országban, aki ne tudná, hogy 1982 óta először kapott magyar film Oscar-díjat, és más szempontból is voltak ilyen na végrék ebben az Oscar átadásban. Ugye erről beszélgetek most állandó szakértőnkkel, filmkritikusunkkal, Baski Sándorral. Szervus, Sanyi. Halló. Örülök, hogy megint be tudtalak rángatni a stúdióba, de hát azért van is miről beszélnünk, hiszen a Saul fia Oscart kapott, és azért mi már ebben a műsorban beszélgettünk erről a filmről, amikor még nem tudtuk, hogy ugye ilyesmi lesz, sőt még hogy jelölik, nyilván azt sem tudtuk, de biztos vagyok benne, hogy ti filmkritikusok azért előre tippelgettek, beszélgettek erről a dolgokról, mint egy foci bajnokság végéről, ki lesz a bajnok. Te speciál mit tippeltél? Kap-e a Saul Oscart? Hát amikor megnyerte Cannes-ban a nagy díjat, ugye annak kapcsán beszélgettünk legutóbb, akkor igazából nem jutott eszembe, hogy ez az eset, és én nem akartam annyira előre gondolkodni, de az nyilvánvaló volt, hogy Magyarország ezt a filmet fogja Oscarra jelölni, ami persze még nem jelent semmit, mert utána be kell, hogy kerüljön egy kisebb, szűkebb listába, és miután bekerült, és láttam az összes többi filmet, az összes jelöltet, akkor az eléggé nyilvánvaló volt, hogy a legesélyesebb film. Nem mint hogyha a többi film a kategóriában nem lett volna jó, mert mindegyik nagyon jó és fontos témát feldolgozó film. Tehát te láttad is őket? Láttam, persze. Uh-huh. Azt hiszem a legtöbbük az talán már volt is magyar moziba, vagy lesz. Uh-huh. Igen, azt hiszem a Dán jelölt a háború, az mint hogyha a jövő héten kerülne moziba. Uh-huh. Szóval láttam őket mindet, és egyértelmű volt, hogy a Saul az kimagaslik. Valószínűleg a hatás miatt, tehát az érzelmi hatás miatt is. Uh-huh. Ugye az Oscar esetében nem csak az számít, hogy egy film ennek milyen mondjuk az esztétikai értéke, úgymond, hanem hogy milyen hatása, milyen emocionális hatása van az emberre, és ez egyértelmű volt, hogy a Saul nagyon esélyes. És már csak a témával együtt gondolom. Hát persze azért is, másrészt meg elképesztő módon megnyert majdnem minden fesztiváltól elindult, még azokat is majdnem, ahol nem indult el, tehát hogy valószínűsíthető volt, hogy az akadémiai tagok, akik ugye 6000-en vannak, és megkapják mind DVD-nél, vagy nem tudom milyen verzióban a filmet, ők már hallottak róla, tehát ez motiválta őket, hogy belenézzenek, mert ugye a legtöbb esetben az is probléma lehet, hogy az akadémiai tagok meg sem nézik a filmeket, mert nincs rá idejük, vagy esetleg nem tudom, nem teszik nekik a téma, vagy nem úgy gondolják, hogy nekik most nincs kedvük, nem tudom, egy ilyen szép vasárnap délután egy kolumbiai filmet, vagy egy magyar filmet nézni, de viszont, hogyha hallottak róla a hírebe, és kellett, hogy halljanak, akkor fölkeltette az érdeklődésüket, és megnézték. Ez a film egy kicsit magát propagálta mindig, nem? Hiszen ahogy ment előre, ahogy kapta a díjakat, egyre többen beszéltek róla, nyilván nem csak Magyarországon, hanem akkor már Hollywoodban is, meg a filmesek is egyre többet beszéltek róla, tehát egy ilyen önmarketinget csinált, és gondolom ez a legjobb megoldás. Hát egyrészt igen, másrészt megvette még rögtön Cannes-ban egy amerikai forgalmazó, a Sony Pictures Classics, aki tudta, hogy hogyan kell adni ezt a filmet, és nagyon ügyesen vezették be. Egyébként a magyar forgalmazó is valami hasonló stratégiát követett, mert legelőször csak egy pár moziban mutatták be, tehát egy-két ilyen exkluzív vetítést tartottak belőle, amire ugye nyilván fölkapta a fejét aki kíváncsi rá amúgy is. Ha tudjuk valamire, hogy kevés van belőle, hogy egy esemény számú vagy a vetítés, akkor nyilván, hogy el akarunk menni, akkor kiderül, hogy teltház van, akkor annak híre megy. És amikor rendesen mozi forgalomba kerül, akkor már sokkal többen kíváncsiak rá, tehát ez nagyon jó bejött, persze. Mm-hmm. Szóval Szabó István mondta, ugye a legutóbbi Oscar-díjas filmünk, a Mephisto rendezője, hogy amellett az Oscarnál amellett az is fontos, ugye, amit mondtál, hogy milyen érzelmi hatást vált ki, és hogy legyen egy olyan főszereplő, akinek az arcával, a jelenségével azonosulni tudjanak a nézők. Itt azért ez is megvan. Igen, tehát sok összetevős dolog ez. Igen, tehát a Rőri Géza alkalmas figura erre, ráadásul ők ketten Nemes László tényleg körbe turnézták a világot, tehát ahol ment a film, oda mentek ők is, tehát így röpködtek oda-vissza az óceánokon keresztül, és ugye Terő Riggez ráadásul nagyon jól tud beszélni a filmről magáról is, tehát ő nem az a típusú színész, aki megkapja a forgatókönyvet, elolvassa, és így bemagolja, és így elmondja ezt a két sablon mondatot, amit betörzöttek neki, hanem őnek van a gondolata is erről. Hát hisz egy gondolkodó ember, egy kevés, igen, persze. Igen, tehát ő maga is egy ilyen hívő, nem tudom, haszid zsidó, azt hiszem. Tehát, hogy erről az egész filmről, meg amiről szó van gondolata. Uh-huh. Egyébként csak így mellékesen mondom, hogy ez óriási teljesítmény volt mindkettőjüktől, hogy nem tudom hány interjút adtak, több száz, vagy akár ezret is, biztos, de elmondani ugyanazokat a kérdésekre, ugyanazokat a válaszokat, vagy esetleg variálni a válaszokat, és szerintem az majdnem akkora teljesítmény, mint elkészíteni ezt a filmet. Igen.
Azért az is nagy dolog szerintem, vagy azért is büszkék lehetünk, hogy ahogy például a Nemes Jeles átvette ezt a díjat, azért látszott, hogy egy olyan figura, akit el lehet fogadni, nem? Tehát egyrészt tökéletesen beszél angolul, másrészt pedig azért, amiket láttunk, meg amiket mondott, nem csak az Oscaron, hanem az egyéb díjátadókon is, próbált azért mindig, próbált a beszédeit mindig másra kihegyezni egy picit, és ezek azért mindig ültek. Igen, tehát ilyenkor azért szokás megtervezni előre, hogy mi lesz akkor, hogy ha én nyerek. Pláne, hogy 45 másodpercet van az Oscaron. Igen, pontosan utána lekevernek. Aha. Igen, igen. Hát úgy nyilván ezt de akkor is lekevernek, gondoltam. Hogyha még ott tartasz, hogy most jön a legjobb poén, és akkor is lekevernek 45. Hát nem keverik, hanem bekeverik a zenét alá, és akkor az ilyen finom jelzés. Tehát azt így lehet, hogy ilyen meg kívül hagyni, csak nem illik. Aha. Szóval, hogy ő amúgy is egy ilyen jelenség, akivel könnyű reklámozni egy filmet. Hát igen, igen, elég autonóm figurának tűnik. Aztán, hogy ez az egész hajszű, ez így mennyire hat rá az egójára, vagy mennyire fog ettől elszenni, ezt mi nem tudjuk. Az eddig úgy tűnik, hogy nem, de hát azért nagyon nehéz úgy megmaradni két lábbal a földön, hogy az egyik pillanatban még forgatja ezt a filmet, nem tudom, nem olyan nagy költségvetésből egyébként tegyük az zárójelbe, tehát ez így magyar szinten lehet, hogy nagynak számít, de amúgy nem. Tehát, hogy egyik pillanatban még csinálod az első filmet, és a következőben pedig a hollywoodi partikon vagy, ahol jönnek oda gratulálni a hollywoodi sztárok. Ahol a Spielberg eldumálsz minden így van, tehát, hogy elmesélte ezt több helyen is, hogy gyakorlatilag majd minden hollywoodi sztárral, meg ilyen fontosabb rendező összeismerkedett ezeken a partikon. Pont ezért a sok interjú miatt elég nehéz újat mondani erről, de te hogy látod ezt, vagy milyen előzményei vannak annak, hogyha valaki az első filmével Oscart nyer, hogy mennyire lehet utána megújulni, vagy van erre valami recept az eddigiekből? Mondjuk, ha jól tudom, például a Jiří Mencel már az első filmért Oscart kapott, és azért utána csinált egy pár nézhető mozit még. Hát ilyenkor mindig el kell dönteni a rendezőnek, hogy most így az Oscarról beszélünk specifikusan, ahogy tehát aki megnyer ezt a kategóriát, ez általában nem az angol az anyanyelve, nem ott született, tehát ez egy idegen kultúra, tehát hogy ő ebben a kultúrában akarja folytatni, csinálni akar angol nyelven filmet hollywoodi sztárokkal, vagy esetleg marad a saját közegében. Hát mind a kettőre van példa igazából, az első az nem szokott annyira bejönni, tehát erre inkább ilyen negatív példák vannak. Például volt a Mások érte című film, amiről talán már beszéltünk mi is, igen. Egy kiváló német film. Így van. Akinek egy nagyon hosszú nevű rendezője, a nevű rendezője van, sem nem mondom meg, de tehát ő csinált egy filmet Johnny Deppel, és annyira egy Johnnyval, és egy borzalmas katasztrófa lett. Lehet, hogy vissza fog tudni ebből a kudarcba jönni, de hát nem volt a legjobb stratégia. Volt olyan is, aki nem érdekelt igazából a hollywoodi karrier, csinálta tovább azt, amit eddig. Illetve nekem nagyon szimpatikus, amit a Paolo Sorrentino csinál, az olasz rendező, aki ugye Oscart nyert a Nagy szépséggel, és ő azt csinálja, hogy nagy sztárokat dolgozik, tehát az Ifjúság című filmje, például a Michael Caine szerepelt Harvey Keitel. És elég felkapott volt. Igen, igen, tehát hogy ő angol nyelven forgat, kihasználja ezt a hírnevet, viszont olyan filmeket csinál, mint hogyha még mindig Olaszországban lenne, tehát saját stílusát viszi tovább, nem érdekli, hogy mit várnak el tőle. Igen. Viszont ilyen, ezek a koprodukciók, ezek így tényleg, tehát fölkapja rá mindenki a figyelmét, hiszen sztárok vannak benne. Vagy a Mencel is jó példa erre, aki szintén van, maradt ott, ahol, és csinálta a filmeket. Azon gondolkoztam még, hogy ugye nézzünk bele azért egy pár kategóriába, természetesen a Saulon túl, de hogy mondtad, hogy például a Saul kiemelkedett azok közül a filmek közül, amiket jelöltek, és ugye az is általános dolog azért, hogy már a jelölés is a díj, hiszen most ki tudja, hogy melyik nyer. De pont ez a kérdésem, hogy lehet-e ennyire várni, hogy vagy elvárni, hogy egy film nyerjen? Tehát például ez is a Szabó István mondta, vendégei voltak a Weiser Alindának a műsorában a Koltai Lajossal, és ott mondta azt, hogy egyszer valamelyik jelölésénél volt egy olyan szitu, hogy egy nagyon idős és nagyon meglett rendező egy oxigénmaszkkal ült már ott, és mellette a palack, és amikor jött az ő kategóriája, vagy a legjobb film, vagy a legjobb rendezés, akkor levette az oxigénmaszkot, és kicsit megemelkedett, és nem az ő nevét mondták, visszaült, visszarakta a maszkot, és innen, akkor mondta Szabó István, hogy innen tudta, hogy ebben semmiféle bunda nincs, meg semmiféle kiszámíthatóság nincs. Hát vannak jelek, amiből lehet tippelni igazából, de tényleg ez olyan, hogy kiszámíthatatlan, tehát mint a szerencséjáték, vagy mint amikor az ember megpróbálja megtippelni egy futballmeccsnek az eredményét, nyilván vannak összetevők, vannak esélyesek, tehát van mit mérlegelni. Tehát vannak tényszerű dolgok. Igen, tehát ilyen például az, hogy a legjobb filmet, tehát általában jelölik a legjobb vágásra is, tehát az nagyon ritkán fordul elő, hogy egy filmet úgy nyer egy film, a fő kategóriában, hogy közben a vágás nem nyeri meg. Tehát például ebből lehet ítélni, de viszont akkora meglepetések szoktak lenni, hogy mégis van valami kiszámítható elem benne. Tehát sok esetben tényleg csak tippelni lehet. Hát most például azért lehetett szűkíteni ezt a 8 filmet a legjobb film kategóriába 3-ra, ez alapján pontosan. Tehát az
igazából ebből a szempontból nem is volt meglepetés idén. Igen, de abból a szempontból meglepetés volt, gyönyörűen és rendkívül érzékkel egyébként átkötötted a témát, hogy akkor menjünk is tovább például a legjobb film felé, hisz ez esetben megtörtént az, hogy valóban lehet tippelni a legjobb vágásra a legjobb filmre, de ez esetben a győztes film nem kapta meg a legjobb vágás Oscart, és azért még volt, tehát az a legjobb film megszokott kapni még az ilyen 2-3 díjat, nem? És, hát például a rendezői díjat megszokta kapni. Igen, és ez sem történt meg, hiszen a Spotlight című film lett a legjobb film, de hát csak egy másik díjat kapott ezen túl, a legjobb eredeti forgatókönyvet. Egyébként megkapta a legjobb vágásra is jelölték, persze nem kapta. Jelölték, de nem kapta. Rosszul mondtam, azt akartam mondani, hogy jelölni kell, hogy jelöljék. Aha. De a hát vágásra, és akkor kapja meg a legjobb filmdíjat. Igen, de ahogy megnéztem, meg is szokták kapni a legjobb vágást. Hát előszokott fordulni. Itt például nem történt ez meg. Sőt, azt olvastam, hogy 53 óta nem volt, vagy 53-ban volt utoljára olyan, hogy nem kapta meg több kategóriában a legjobb film, tehát csak még egyet. Igen, úgyhogy igen. Ilyen szempontból ez is egy ilyen történelmi. Na mi ez a film? Ez egy elég kényes témát boncol. Igen, ez a Spotlight, egy nyomozás részletei címmel jött be hozzánk. Hát lehetett sejteni igazából, hogy vagy ez kapja meg, vagy a nagy dobás, ami szintén fontos témáról szól, a 2008-as gazdasági válságról. Ez pedig egy ilyen megtörtént eset, gyakorlatilag a 2000-es évek elején a Boston Globe nevű újságírói utána jártak egy ilyen gyerekmolesztálós ügynek, amit az egyház megpróbált eltusolni, ebből lett egy pulitzer-díj, és ez dolgozza fel a film. Hát igazából az, hogy ez nyert, az egyfajta állásfoglalás is szerintem az akadémia részéről a régi típusú oknyomozó újságírás mellett. Mert önmagában ez a film nagyon jól meg van csinálva, csak nem olyan tipikus Oscar film abban a szempontból, hogy annyira nem látványos, tehát azt látjuk, hogy nem újságírók... Nem látványos, és nem sírunk rajta feltétlenül. Igen, tehát újságírók ülnek az asztalnál, nyomkodják a számítógépet, mennek a bíróságra, anyagokat kikérni, tehát hogy látszólag azért nincsenek benne akkora izgalmak. Viszont nagyon korrekt elmesél ezt a történetet. És egyébként de azért ilyen típushoz, bocsáss meg, gondolom, hogy nagyon jó színészek is kellene, hogy ez persze, igen. Tehát nem véletlenül, hogy jelölték is őket. Igen. Tehát a mellékszereplő kategóriában a Rachel McAdams-t, a Mark Ruffalo-t. Igen, tehát hogy egyébként szerintem ez ilyen trükk is a forgalmazó részéről, hogy egy nem annyira érdekes témát már abban a szempontból, hogy Oscar szempontból úgy lehet eladni, hogy sztárokkal kell elmeséltetni. Persze. És ez bejön minden esetben. Bár gondolom azért itt a téma is bejátszott, azért ez egyrészt nagyon-nagyon kényes, igen. Azt azért szeretni szokták az Oscaron. Egyébként érdekes, hogy mennyire aktuális, pont most egy újabb ilyen botrány tör ki Ausztráliában. Igen. Tehát, hogy azért eléggé olyan helyre tapintott ez a film, ami szenzitív. Egyébként azt hiszem, le is vetítették a filmet a Vatikánban is egyébként, és nyilatkoztak az értékesek, hogy hát ez egy fontos film, és így jó, hogy elkészült. Te erre tippeltél volna? Hát erre vagy a nagy dobásra. Igen, úgy kérdezem, hogy melyik volt a te Oscarod a legjobb filmjelöltek között. Hát én első körben erre tippeltem, csak olvastam egy ilyen elemzést, hogy a nagy dobás megkapta a producerek szövetségének a fődíját. És akkor biztos volt ebben, hogy az. És akkor ezek után kicsit megírogtam, hogy lehet, hogy mégiscsak ez. De egyébként, hogyha én adom oda, akkor nyilván... Úgy kérdezem. Igen, hát akkor a Mad Max nyilván. Igen, akkor a Mad Max kapja. Na, a bevezetővel mondtam, hogy ez egy navégre Oscar volt. Hát az egyik legnagyobb navégre, mondjuk a Saul után, az a DiCaprio Oscar díja, aki ugye a visszatérőért kapott, és... Hát már ötödszörre jelölték, tehát az egész világ erről szólt már az utóbbi hónapokban, hogy megkapja az Oscart a DiCaprio, vagy csak az őt filmben legyőző medve fogja megkapni, vagy mi is lesz. Szép dolog, hogy megkapta, de azért volt film, amiért ennél jobban megérdemelte, nem? Vagy rosszul gondolom ezt? Hát annyira kiemelkedő alakításra nem emlékszem. Igazából ő mindig hoz egy bizonyos szintet, tehát ilyen 10-ből 7, tehát az mindig megvan. Én lehet, hogy a Wall Street farkasáért odaadtam volna. Hát az nem 10-ből 7 volt, ez egy 10-ből 10-es hát volt. Hát körülbelül szinte. Igen. Tehát az lehet, hogy jobban megérdemelte volna. Tehát ez a filmmel kapcsolatban annyit kell mondani, hogy ugye ez egy ilyen 19. századi felfedező története, aki gyakorlatilag... Egy western. Igen, hát és végig rángatnak az egész filmen, tehát hogy megtámadja egy medve, és félholtan kell elvonszolnia magát a táborba, és mindenféle szenvedés kell kiállnia. És egyébként úgy vették fel a filmet is, hogy a mínusz 10 fokos jelenet, az a mínusz 10 fokban. Látszik is a Leon, hogy szenved elég. Igen, tehát ezt mondom, hogy kicsit le van az értékéből, mert hogyha valaki beteszünk egy mínusz 10 fokos környezetbe, akkor ő tényleg fázni fog, neki nem kell eljátszani azt, hogy fázik. Tehát hogy lehet, hogy a
beteszünk mondjuk a Rőrig Gézát a környezetbe, és fantasztikusan tudtam volna ezt az alakítást hozni, vagy tér akár. Ez egy bizonyos fajta jelenlét, ez kell, tehát egy ilyen színészi, karizmatikusan mindenki megvan. Tehát nem akarom lekicsinyíteni, csak ez ilyen kicsit ilyen cirkuszi produkció jellegű. Érdekes, amit mondasz, mert egy csomóan azt mondták, hogy azért érdemelte meg ezért mégis, mert hogy mennyi szenvedést kellett kiállni ezért a filmért, és ugye mennyit szenvedett az Oscarért. Picit olyan volt az egész film, mint hogyha valóban ezért csinálták Igen. volna, hogy kapjon már Oscart. Most azt, én például azt éreztem a filmet, hogy egyrészt nagyon hosszú, másrészt pedig, hogy van egy ember, akit látunk, hogy órákon keresztül szenved ott a Vadnyugaton, és én ugyan imádom a Westerneket, de ez, én is azt gondoltam, hogy ez egy nem egy ilyen komplet színészi alakítás volt, hanem egyfajta jelenlét, aki nagyon szenved. És például a Wall Street farkasától, de hát én szerintem azért sorolhatnak egy pár filmet, valószínűleg komolyabb színészi teljesítmény nyújtott. De minden esetre azért csak-csak megérdemelte már. Hát nem? Megérdemelte persze, nyilván ez neki is fontos, mert hogyha így nem mutatja. Tehát annyira valószínűleg nem akarta ő ezt a díjat, mint amennyi ezek az internetes mémek tükrözik. Tehát valószínűleg azért anélkül is megvan. Szerintem is. Eléldegérdék is. Tehát hogyha egyébként arról beszélünk, hogy na végre, akkor az számomra inkább az Ennio Morricone, aki 87 éves, olyan legendás filmeket komponált a zenét, mint a Volt egyszer egy Vadnyugat, a Jó, a Rossz és a Csúf, tehát hogy a Spaghetti Westernnek az élő legendája, és végre Oscart kapott azután, hogy 50 évig dolgozott a szakmába, tehát az nekem sokkal fontosabb, hogy ő megkapta. Igen, ezzel abszolút egyetértek. Ő kapott már Oscart, ugye, de csak életmű Oscart, és azért az is ritka, hogy az életmű Oscar után kapta meg a szakmai Oscart, a legjobb. A rendes Oscar azért mindig fontosabb. Hát nyilván, persze. Ja, tehát említettem még egy egy na végrét? Hát nem, hanem hogy aki nem kapta meg, ugye az operatőr kategóriába a Emmanuel Lubezki, ő Mester 3-ast elért, tehát ugye két éve a Gravitációért nyert, tavaly Birdmanért, most pedig a Visszatérőért, egyébként megérdemeltem, mert tényleg fantasztikusan van fénykép ez a film, ugye eredeti fényekkel, tehát nem használt mesterséges világítást, óriási teljesítmény, csak ugye ne felejtjük el, hogy ott abban a kategóriában ott még Roger Deakins is, aki 13-szor jelöltek. És még egyszer se kapta meg, tehát hogy ő is sírhatna, mint a Leo, de nyilván ugyanúgy megérdemelné, tehát hogyha... Persze. Csak nyilván egy színészként azért nem annyira népszerű. Igen. Na, de egyébként fontos meg, mert ez is történt, még soha nem kapott operatőr 3-szor egymás után Oscart. Ráadásul őt, ha jól tudom, fölírtam ide, hogy úgy látszódjék, mint a okos vagyok, hogy összesen 8 Oscarra jelölték, azért ez is nagyon durva, már a Lubeckit. És a Zsinórban 3-szor nyert, tehát ez is egy történelmi dolog, és valóban annak a filmnek a zsenialitása az a fényképezés. Tehát ott aztán minden kameraállásból megmutatnak egy fát, ahogy csak lehet, meg mindent. Tehát szóval tényleg zseniális, és ha már ennél a filmnél tartunk, akkor duplázott a rendezője is, az Iñárritu, aki tavaly ugye a Birdmanért kapott Oscart, most meg ezért. Szerinted ezért megérdemelte? Mert még mindig ott tartunk, hogy van egy szenvedős DiCapriónk, aki végigcsúszik a vadonon, meg van egy zseniális operatőrünk, aki elképesztő jeleneteket fényképez, de olyan egetverő sztorit vagy rendezést én speciál laikusként nem láttam benne. Hát biztos, hogy óriási teljesítmény lehetett ezt levezényi, ezt a filmet. Hát nagyon hideg van ott kint, ott logisztikailag is, tehát úgyhogy hát nem sajnálom tőle, én személy szerint a... Művészileg értem ezt inkább. Persze. Én személy szerint a George Millernek adtam volna oda, a Mad Max rendezőjének. Gondoltam. Mert ő 80 fölött csinálta majdnem végig ugyanezt, tehát ő a sivatagban forgatott, nem a hidegben, az erdőségben, hanem valamelyik afrikai sivatagban. Jó, de hát ez nem egy teljesítménydíj, ez egy művészeti díj. Jó, igen, tehát ez, hogy kiszenvedett többet azért, akkor... Nem csak arra gondolok, hanem, hogy a Mad Max látványa nagyon friss, tehát ahogy az a film felépül, az akció jelenetei, tehát hogy az valaki megnézi, nem fogja azt gondolni, hogy ezt egy 80 éves rendező csinálta, hanem az, hogy egy 30 éves pályakezdő. Jó, de művészileg, akkor művészileg is neki adta az igen. És nem az Iñárritunak. Nem. Aha. Na jó, de hát végül is megkapta, tehát így azért az Oscar egyik legfontosabb filmje lett a Visszatérő ezzel, hogy ennyi díjat elhagyta. Hát igen, bár azért ennél többet jósoltak neki, hát igen, technikai kategóriában, és amiket elvitt a Mad Max. Na hát már itt tartunk, akkor ő lett azért az Oscar díj nagy nyertese a Mad Max, nem? 6 kategóriát nyert. Ahogy veszik, akkor nagy nyertes persze, mert a legtöbb díjat nyert, viszont a főbb kategóriákban nem nyert. Egyébként valószínűleg ezekben a úgynevezett kisebb kategóriában azért nyert, mert nagyon kevés számítógépes trükköt használ. Van benne CGI persze, de főleg ilyen régi módi kézi trükk, tehát ilyen old school. De pont ettől jó, vagy ez a varázs? Persze, pontosan szerintem ez díjazta az akadémia. Aha. Na jó, ne hagyjuk ki a legjobb női főszereplőt.
Igen, Brie Larson, aki a szobáért. Szobacímfilm, Igen, hát igen. az nagyon hálás szerep igazából. Tehát, igen, nem tudom, később nem láttam, csak annyit róla, hogy... Például én. Nem láttad? Nem. Igen, hát ez is egy regény adaptáció egyébként. Arról szól, hogy még azt hiszem, 18 évesen elrabolnak egy nőt, aki következő 5 évet egy ilyen szobába zárva tartja, fogvatartójától egy gyereke is születik, és ezt nem látjuk egyébként, már ott kapcsolódunk be a történetbe, hogy ők élnek ebben a szobában. És gyakorlatilag két főszereplő van, ő és a kisfia. Utána kiszabadulnak, és azt látjuk, hogy hogyan, milyen nehézségek vannak abban, hogy adaptálódniuk kell a külvilághoz. Mm. Tehát ez tényleg egy baromi hálás szerep. Mm. Tehát a filmnek az első felében például mindenféle smink nélkül látjuk ezt a nőt. Tehát azért eléggé ki kell adni magát egy nőnek egy ilyen szerepben, hogy ott elhízva, melegítőben. Hisszínész. Igen, igen. De akkor ő megérdemelten kapta ezt a díjat. Igen, úgy érzem, hogy megérdemelten. A te Oscarod is hozzáment volna? Hogy? A te Oscarod is hozzáment volna? Hát valószínűleg igen. Igen. Jó, nekem nagy szívfájdalmom, hogy a Sly nem kapta meg a legjobb férfi mellékszereplő Oscarját. Igen. Hát ő is megérdemelte volna. Igazából az ő esetében nehéz eldönteni, hogy ő most tényleg jó volt ebben a szerepben, vagy csak annyira beleöregedett ebbe a szerepbe. Tehát annyiszor eljátszottam már ezt, ugye most is megint gyakorlatilag egy Rocky-t játszik, mert a Rocky filmnek a folytatás ez a Creed. Igen, igen, Sylvester Stallone-ról beszélünk, a Creed, Apollo fia. Igen, tehát hogy lehet, hogy annyiszor eljátszottam már ezt, hogy ez ő maga, tehát ezt csukott szemmel is tudná, és de attól függetlenül megérdemelte. Megérdemelte az eredmény a lényeg, igen. Persze, persze, igen, igen. Hát olyan, igen, olyan színészre öregedett lehet a Stallone, igen, nem? Igen, tehát, igen. Hogy... De ez a szemben nem ő kapta, hanem... Mark Rylance, igen, a Spielberg-féle kémek hídjáját. Hát ő se volt rossz, én nem neki adtam volna. Ő egy angol színpadi színész, nyilván óriási rutinnal lehozza az ilyen szerepeket. Azért ez a film, és Spielberg rendezte, a Coen fivérek írták a forgatókönyvét, tehát gondolom több díjat vártak. Nem hiszem, igazából ez egy Spielberg életművében sem annyira kiemelkedő darab, nagyon korrekt, nagyon élvezhető, kellemes film. Nem tudom, igazából lehet, hogy Oscar-ra se jelöltem volna. Vasárnap este jó típusú. Hát igen, igen, tehát Spielberget lehet, hogy illik jelölni egy ilyen filmért, mert ő tényleg akkora profi már, meg annyira nagy név. Aha. Jó, hát ugye arról beszéltünk még, ja, ami még fontos film, sokan fontos filmnek mondják, a legjobb női mellékszereplő a Dán lány című filmből került ki, és ezt a filmet is elég sokan méltatták. Hát nem tudom, én olvastam az egy-két rossz kritikát, és nekem se tetszett annyira, tehát hogy nekem ez kicsit félre van pozícionálva a film, de eleve nem is, tehát akit női mellékszerepben jelöltek, az valójában egy főszerepet játszik. Tehát ez a Alicia Vikander, aki megnyerte végül a díjat, egyébként megérdemelte, én is neki adtam volna. Ő gyakorlatilag többet szerepel a vászlón, mint a férfi partnere, az állítólagos főszereplő. És itt valószínűleg az történt, hogy rájött a forgalmazó, vagy a stúdió, hogy a fő kategóriában Brie Larson az esélyes, tehát nem érdemes ellene indítani, hanem akkor tegyük be a mellékszereplő kategóriába. Tehát csak ez olyan furcsán néz ki, hogy mit keres ott, beszélünk. Hát igen, de igen, van ilyen. Azon gondolkoztam egyébként, hogy már a Morriconéről beszéltünk, ugye a Tarantino aljas nyolcasával, amely azért szintén nem nyert túl sok mindent, ugye? Hát csak ezt nyerte. Volt olyan sok minden jelölve. Tehát a legjobb női mellékszereplő kategóriában volt jelölve, a Jennifer Jason Leigh. Aha. Hát én hiányoltam volna legalább a forgatókönyv jelölést a Tarantinónak. Igen. Igen, ezt mástól is olvastam. Amiről már beszéltünk, hogy a legjobb látványt és a legjobb vágást vitte a Mad Max, oly sok dolgon túl. És összesen az összegzés, hogy a 6 díjat vitt a Mad Max, 3-at a Visszatérő, 2-t a Spotlight. Összességében az az érdekes, hogy az jutott eszembe még, hogy azért a Star Wars a különböző vizuális kategóriákban nem nyert. Hát igen. Hát valószínűleg az is bejátszik ebbe, amit egyébként mondtam is, hogy ez a Mad Max-es kézműves típusok azok, igen. Másrészt a Star Wars, amikor ugye, tehát a legelső Star Wars, azt jelölték és nyert is technikai kategóriában, mert akkoriban ez egy nagyon ilyen úttörő film volt. Tehát azok a vizuális trükkök, azok forradalmiak számítottak kvázi akkoriban. Manapság már nem számítanak annak. Tehát hogy szerintem a Star Wars-nak ez a mai legutóbbi verziója, ez korrekt film, de nem emelkedik ki technikai szempontból a mostani blockbusterek között. Tehát nem hoz újat. Nem hoz újat, igen. Tehát, hogyha jelölték volna, akkor szerintem a nosztalgiának szólt volna, vagy a Star Wars brandnek, nem pedig a tényleges teljesítménynek. Szerinted milyen volt ez a filmes szempontból az a 2015-ös év? Milyen volt a felhozata, ha lehet így összegezni? Hát
Jó kérdés. Most főleg ennek tükrében, amiket itt beszéltünk meg, akiknek nyilván az eléggé mutatja, hogy kik kaptak Oscart, vagy kiket jelöltek Oscarra. Hát nem lehet a 2015-ös film termést levetíteni kell az Oscarra, mert nagyon sok olyan film, amit nem jelölnek. Tehát jó, akkor, de maradjunk nagyon szűk keresztmetszet. Akkor igazából. Maradjunk ennél a szűk keresztmetszetnél. Hát nem tudom összehasonlítani igazából a tavalyival, mert körülbelül ugyan az átlagos színvonal. Tehát nem voltak igazából kiemelkedő pillanatok. Egyébként, de tavaly sem, meg most sem. Tehát neked ki... ez nem volt annyira emlékezetes akkor személy szerint ez az év. Tehát nem volt olyan film, amire azt mondtad volna, hogy úristen, végre ez eljött mondjuk a Mad Max-en kívül. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy hallgattam egy ilyen külföldi, tehát ilyen angol podcastet, ahol épp azt mondták, hogy két kiemelkedő film volt idén, az a Mad Max és a Saul fia, amire igazán emlékezni fogunk. Tehát én is úgy kezdem, hogy ez a kettő volt igazából. De milyen jó dolog, hogy ez egyik akkor egy magyar film. Így van, így van. Egyébként ide kapcsolódik, hogy állítólag a Rőrik Gézát színészi kategóriában is akarták jelölni vagy indítani, és így nem sok szavazattal maradt le. Tehát, hogy akár abban a kategóriában is szerepelhetett volna. Aha. Sőt, hát azt hiszem, hogy sokan mondják, hogy a Saul fia az a valamelyik hangkategóriában, tehát hangvágás, hangmixelés, hogy annak is ott kellett volna lenni, mert tényleg annyira zseniális az a hangvágói munka. Hát és az operatőr is azért. Hát igen, nyilván, igen. Tehát igen. Ő több kategóriában is játszhatott, mint ahogy nyert is az Erdély Mátyás is, nem, meg nyert is a hangmérnök is máshol. Máshol persze. Egyébként pont a Roger Deakins mondta, ugye, aki 13-szor jelöltek, hogy azért nem nincs letörve attól, hogy őt nem jelölik, illetve nem kapja meg az Oscart, mert hogy nagyon sok olyan példaképe van, akik annak idején nem kapták meg, és most is nagyon sokan dolgoznak, akiknek ott lenne helyük, de soha nem kapták, mert nem is jelölték őket, és így az Erdély Mátyás nevezte meg például egyiknek. Na, ez azért elég nagy megtiszteltetés. Egyrészt, másrészt meg van annak valami bája, valami furcsa bája, nem? Szerintem a DiCaprio-nál is volt egy ilyen furcsa bája, hogy sosem kapta meg az Oscar. Ez a báj most egy picit leomlott. Ezt a viccet most jól elrontott az akadémia, de ettől függetlenül azért nagyon remélem, hogy a következő magyar Oscar-díjas filmre nem 32 évet, 34 évet kell várni. Szerinted esélyes ez? Tehát most látsz olyan alkotókat, mondjuk a Nemes Jelesen túl is, meg olyan szisztémát, most ne nagyon menjünk bele ebbe a film alapos kérdésbe, bár ez a film már ennek a rendszernek, a filmes rendszernek a szülötte, de látsz arra esélyt, hogy esetleg több sanszal indulunk az Oscar-rokon a következő években? Hát ezt nagyon nehéz megjósolni, igazából fogalmam sincs. Tehát a Saul fia példát mondjuk, tehát a Saul fiában sem sok mindent láttak, például, hogyha megnézzük a koprodúcereket, akiket próbáltak fölkérni, és nem vállalták, tehát abban a filmben sem látszott az a siker, amikor még csak ilyen embryonális változatban volt. Igen, tehát amikor még csak az ötlet volt, meg nem látszott belőle, hogy ebből ekkora siker lesz. Tehát sosem lehet tudni. Igen, tehát nem lehet tudni előre. Ahogy azt lehet kiszámítani, hogy ki fog Oscart kapni, mert ugye most egy úgynevezett művészfilm nyert végül, és egy nem könnyen befogadható film, amiről azt gondolom az ember, hogy nem fog eljutni tömegekhez, ehhez képest ugye nálunk már 180 ezeren látták, és ez a Vajna korszak rendezette filmje, viszont nyert már olyan film is Oscart, ami ennek pont az ellentéte, sokkal könnyebben befogadható, ilyen eszképista film, tehát ezt se lehet megjósolni, hogy ebben a kategóriában mi az, amit az akadémia díjaz. Igen. Hát igen, talán gondolom, bár nem tudjuk ezt, nem látunk vissza akkora, de talán Mephisto jobban arra hajazott, nem? A Klaus Maria Brandauerrel, meg azért az jobban, ilyen erre az Oscar felé ment, talán jobban lehetett tudni, hogy durran. Itt pedig azért ez a fantasztikus, hogy egy jó ötletből, kitartó munkából mi lett. Úgyhogy szerintem akkor csak annyit tehetünk, hogy reménykedünk, hogy nem 34 év múlva beszélgetünk legközelebb arról, hogy Oscart nyert egy magyar film. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk. Ha van könyv a magyar irodalomban, amit talán mindenki olvasott, ez valószínűleg az Egri csillagok. Aki nem olvasta, az látta a filmváltozatát, vagy mind a kettőt. Most Újpesten a könyv musical adaptációját láthatja majd a nagy érdemű, méghozzá a Szépernő Színház előadásában. Várkonyi Mátyás és Béres Attila ír darabról van szó, Szinovál Gyula rendezi majd. Most sok szeretettel köszöntöm a zeneszerzőt és a rendezőt. Szevasztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat újfent. Arról meséltek nekem egy kicsit, hogy jó, oké, hogy megvan ez a darab, de hogy jött köztetek ez a kapcsolat? Régi liaison ez, vagy egy új sütetű dolog? Új sütetű dolog. Kitaláltuk egy barátommal, színész kollégámmal, Kósa Zsoltival, ezt a projektet, és őneki volt kontaktja a Matyihoz, Várkonyi Matyihoz, és akkor fölhívtuk, megkerestük, engedélyt kértünk rá, leült velünk beszélni, látta, remélem azt látta, hogy nem egy amatőr társulat vagyunk,
és így végül is engedélyt adott arra, hogy megvalósítsuk ezt a produkciót, és akkor elkezdődtek a munkálatok. De hát ennek már lassan fél éve, most itt vagyunk a bemutató küszöbén. Aha. Azért azt veszem észre, vagy azt nézegettem most, hogy a te műzikeljeidet, rockoperáidat, vagy a tieteket eléggé gyakorian, vagy gyakran játsszák. Különösen igaz ez nyilván a bábjátékosra, meg a sztárcsinálókra. Ezek 80-as évek darabjai, de szinte folyamatosan játsszák. Az Egri csillagokat is? Vele azzal annyit nem találkoztam. Az Egri csillagok 1997-ben mutattuk be Margit-szigeten, azóta egy évet kivéve minden évben van különböző produkciók, de igazán nagy dolog az volt, hogy az Agria játékoknak a állandó darabjává vált, és azon a helyszínen, ahol a dobó annak idején ezt a híres esküjét tette, ott játszottuk, illetve játsszuk, mert idén is lesz Agria játékok, tehát ez most már egy, hát nem akarok hazudni, de közel 20 éves hagyomány, ami azért egy nem sok magyar darabról mondható el. Egy mondatot még, hogy szinte ide kapcsolódik, hogy a Zsolt ötlete volt részben, meg a Gyuláé. A Zsolt benne volt a sztárcsinálókban, mint egyik apostol. Tehát így egymásnak adták tulajdonképpen az információt. Aha. Nálad hogy van az, hogy mikor mész bele egy produkcióba, vagyis hogy a produkciódat megvalósítsa egy színház? Mik a kritériumai? Nyilván vannak. Van egy minőségi, néha előfordult, hogy megbántam, tehát most már tudom, hogy mire kell vigyázni. Aha. Nem nevezem meg, hogy melyik volt az, de arra kell vigyázni tényleg, hogy egyrészt bizonyos szint alá ne menjen a produkció, mert az árt a darabnak is. A másik az, ami nagyon vonz engem, amikor látom a lelkesedést, meg az ügyszeretetet, tehát itt is az volt a főérve, amikor elmentem megnézni a szereplőválogatást, és láttam, hogy a Gyula milyen jó ízléssel választja a szereplőket. Mert egy színházban a legfontosabb összes mellett a szereplők kiválasztása. Hangilag vagy színészileg? Mind a kettő. Én soha nem választom szét, és azért nem kritizálok most más zenés produkciókat, de láttam egy párat, amin, hát hogy mondjam, tarajost ugrottam a színészi játékra, és hiába énekel valaki jól, hogyha nem hiteles a színpadon, ez a kettő össze kell, hogy ragadjon. Amikor megalapítottátok a legendás rockszínházat, te utána később mondtad, hogy igazából a rockzenészek is megsértődtek, hogy így ebbe az irányba mentetek, meg a színházi szakma sem ismerte el benneteket, hiszen ők nem színészek, csak rockzenészek. Igen. Tehát azért vannak ilyen... Van, ez mind a mai napig megvan, ez az ellenségeskedés, vagy inkább konfliktus keresés, mert ugye egyszerűbb azt mondani egy zenés színjátszás, hogy az nem jó, nem komoly, ha valaki nem tud énekelni, akkor inkább azt mondja, hogy ez rossz. És fordítva is igaz, szerintem a legnehezebb. Tehát összetett, a mozgásról még nem beszéltünk, a táncról nem beszéltünk, a totális színház a legnehezebb, és abban ugye a zene ugyanolyan fontos, mint a többi alkotó elem. Téged hogy lehet meggyőzni egy ilyen castingon? Tehát azért te is muzsikálni tudó, muzsikus ember vagy, amellett, hogy színészrendező. Tehát téged le lehet nyűgözni azzal, hogyha valakinek esetleg egy kicsit rosszabb a hangja, de ugyanakkor nagyon passzol hozzá a szerep, és mondjuk nagyon jó színész? Hát kicsikét rosszabb a hangja, nagyon sok olyan színész dolgozik nálam, akik nagyon jól énekelnek, de azért ez a műfaj azért megkívánja azt, hogy egy kicsikét rosszabb hang az inkább ne énekeljen. Itt voltak is, tehát a Matyinak mondtam is, hogy a XY szerepre el tudná énekelni, de kiríne a többiek közül. Tehát itt a hangi minőség, vagy az éneklés tudás, az nagyon fontos. Igen, így van. Hát ez megkívánja. Ez nem is musical, ez már szinte rockopera. Tehát 80%-a zeneinek alig van benne próza. Tehát még a musicalen belül is a zenés műfaj felé tolódik a történet. De itt nagyon csatlakoznék ahhoz, hogy a kettő elválaszthatatlan. Tehát attól, hogy jól énekel, az még kevés. Amellé még kell egy elég erős színészi kvalitás is. Ne dobja le a színpad azért. Hát azért ez fontos. Meg hát az elején, amikor a Matyival leültünk beszélni a darab kapcsán, én mondtam is, hogy én egy pici színház vagyok, ami fölött én tudok dolgozni. Én nem tudok kentaur díszleteket csinálni, nem tudok olyan látványokat, olyan befektetést tenni ebbe az egészbe. Tehát nekem muszáj pótolni ötletekkel, és akkor beszéltük a Matyival, hogy én elvinném az egészet sokkal inkább a színház, a szituáció kibontása felé. Mm.
hogyha valamerre, mint ahogy a Novák Tata annak idején zseniálisan elvitte a néptánc a népiesség felé, én ugyanígy elviszem egy kicsit a dolgot a úgymond a prózai színházi megvalósítás felé. Hát mindenki a saját viszonyai szerint, nem? Vagy viszonyai alapján. Hát engem ez is érdekel belőle jobban. Hát én azért bármennyire konyítok csak a zenéhez, én nem vagyok zenész, tehát meg az egy alapelvárás. Aki odajön, az tudja, ez kész. Ez olyan, mint a szövegtudás. Na, a szöveg... Utána jön az, igen, hogy én ezeket kivontom szituációkba. Ha már a szövegről beszélünk, akkor Béres Attilával ti azért régi szerző páros vagytok már. Hogy épül föl ennek a kettősége? Már a színésznél azt mondjuk, hogy fontos az éneklés, meg fontos a színészi játék is, akkor egy ilyen musicalnél vagy rockoperánál, nem tudom, ha gondolod, akkor tisztázok a különbségeket, nem tudom, hogy fontos-e. Hogy épül föl ez a szövegzene világ dolog? Ez egy elég gyakori kérdés, és én nagyon büszkén szoktam rá válaszolni, hogy egyik sem élvez előnyt. Tehát én úgy gondolom, hogy mindig a végeredmény határozza meg, hogy mi a fontosabb. Hogyha egy sláger melódiát vagy opera áriát akarunk előtérbe hozni, ott a zene a fontosabb. De amikor a tartalom, a mondani való és a dráma megértése, akkor a szöveg fontosabb. Ezért aztán nagyon nehéz... Tehát a hangsúlyok az a lényeg. Aha. És az, hogy hova... Tehát a prozódia az nem egy irányú utca, mert azt szokták mondani, hogy megírom a dallamot, húzd rá a szöveget. És akkor lesznek ilyen bigfa rimek, meg rossz szavak. Lehet a zenét is alakítani a szöveghez. Tehát ez egy két irányú lehetőség. Tehát nincs egy recept sorrend, hogy akkor így kellenek lenni. Nincsen, illetve általában a gyakorlatban a zenét írják meg előbb a könnyű zenében, az operában meg a szöveget. Ezért aztán érzed, hogy néha a zene megy egy kicsit hátrébb az operába, viszont a slágereknél meg a szöveg megy hátrébb. Tehát ott ma már nem, mert ma már nagyon fontos megint a szöveg az újabb zenekaroknál, akik magyarul énekelnek, de azért ez mindig megvan, hogy az egyik egy kicsit hátrébb szorul. Én azt tűztem ki annak idején célul, és ez tulajdonképpen a bábjátékost említett, az volt az első ilyen, ahol megvolt egy verses darab, és akkor én hozzáértem a zenét, és utána oda-vissza csiszolgattuk. Mondjuk ez az is kell, hogy én magam is szövegíró vagyok, tehát így egy kicsit könnyebb. Te generálban például a zenét is, meg szöveget is írtál? Igen, persze, sokat a törökmésztől kezdve sok szöveget írtam, és azóta is írtam, tehát írtam az Ifi Parkot, amiben én a szöveget is én jegyzem, úgyhogy én szövegíróként is dolgozom, de azt szoktam mondani, hogy ha az ember egy darabot egyedül ír meg, akkor az egy nemű lesz. Ha bevonsz mást, akkor már több nemű. Tehát én szeretek másról is dolgozni, de néha meg úgy gondolom, például maga a rock történet, azt én éltem meg, azt nem tudom másnak átadni, amit megéltem azokat. Például az Ifi Park, vagy most az Örökösök című darab, amit írok, ami szintén a rock zenészek Lír király története, hogy miért nem bírják a bajnyma, mert öregek. Ezeket én tudom. Aha. Ezeket én éltem meg. Ezt is sokan kérdezték tőled biztos, de nagyon érdekelne, hogy te hosszú ajú rockzenészként, meg a generál után, te hogy mentél a színház felé? Hogy kapcsoltad össze ezt a műfajt? És mondjuk most már gyakran beszélünk rockoperáról, de az első magyar rockoperát mégiscsak ti írtátok, hogy te írtad. Szerintem ez nekem annyira természetes volt, mert rádió gyerekkorosban jártam, és az operába szerepeltünk kisgyerekkoromtól. Tehát én a Székely Mihály dobált a folyosón, meg olyan nagy történetek voltak, és belém ívódott a színház, és amikor az osztálytársaimmal elkezdtünk ilyen gyerekoperákat írni, az osztálytársaim között volt Fischer Iván például, vele írtuk a Kacor királyt. Egy zeneileg gyönge osztály, nem Gyula? Abszolút. Igen. És természetes volt, és akkor amikor jött a beat zene, majd a rock zene, akkor az elszippantott engem a komoly zenétől, és amikor kezdtem látni, hogy a rock zenének is vannak korlátai, akkor kezdtünk el Miklós Tiborral együtt gondolkodni azon, hogy lehet beemelni azokat a zenei és magatartási értékeket, amit a rockzene, popzene jelent a színházba. És ez volt egy visszahatás. Ez egy hosszú folyamat volt, de nagyon érdekes, izgalmas korszak volt, és hát ennek az eredményeit most látjuk, például az Egri csillagokat.
Igen, de hát pont ez az, hogy ez a korszak nem ért véget, tehát a Magyar Zenész Színháznak, meg a Rock Operának, az nem ért véget. Most a Szőrok Színháza hogy lett, mi lett, ez egy más tészta, de a műfaj az él és virul, és hát ti sem véletlenül gondoltátok ki, hogy egy ilyen jellegű darabot kéne csinálni, és hát a Szépernő Színháztól sem áll távol a Zenész Színház. Ez így van, hát a legtöbb bemutatónk azért, a legtöbb sikeres bemutatónk azért zenés, sőt a gyerekdarabok, amiket csinálunk, azok is zenés, többnyire zenések. Itt hagyj egyezzem meg, ezen a Matyival egy jót nevettünk, ő neki az első dolga, ugye az említett Kacor király volt, nekem az első a Csizmás Kandúr, amikor ez kiderült, akkor, tehát összeérnek a szálak a véletlenek. Na, szóval tehát a zenés műfaj a Szépernő Színháznak meghatározó része. A legutolsó ugyan a Fösvény kevésbé volt zenés, de hát abba is belemeltünk elég sok zenei elemet. És hát a műfaj jelen pillanatban a virágkorát éri szerintem. Nem csak a Madácsban, nem csak az Operett Színházban, hanem mindenütt, most a két legmeghatározóbbat mondom. Én nem is szeretnék olyan előadások, nem is tudok, nincs olyan apparátusom, de nem is szeretnék, tehát engem az az út kevésbé érdekel. Én de azért jó az a műfaj, vagy abból a szempontból is, már mondjuk színházigazgató szempontból, hogy könnyen fogyasztható, vagy könnyebben fogyasztható, és ezért nagyon szeretik a nézők, mert a zene ad valami olyan pluszt, amitől egy kicsit más szórakozás lesz, mint a prózai színház? Hát ez így van, ezt nem lehet letagadni. Engem ez a része kevésbé érdekel, megmondom őszintén. Tehát, de természetesen számít. Könnyebben eladható, jobban bejönnek rá a nézők, ez jelen van. Engem nem ez a része fogott meg a történetnek, tehát nem az eladási szempontok domináltak, hanem sokkal inkább ennek, amit a Matyi is említett, hogy egy borzasztó nehéz műfaj, talán a legnehezebb, hiszen minden szinten meg kell felelni, minden szinten talpon kell lenni. Nem csak egy bizonyos részében a színháznak, hanem hát a kivétel nélkül mindenben. Kell tudni táncolni, énekelni, jó színésznek kell lenni, kreatívnak kell lenni. Tehát jelen van az egész színházi paletta. Azért ez egy olyan regény, amit mondtam, tényleg mindenki ismer, ráadásul egy elég nagy regény. Ti milyen oldalról közelítettétek meg, vagy mi volt az, ami felől ti megfogtátok, hiszen azért mégiscsak ez egy színpadi adaptáció, nem lehet az egészet színpadra tenni. Így van. Hát a mi olvasatunkban ez két vagy három nagy egyéniség harca. Tehát az Egri Csillagok ugye az egyik oldalon a dobó, de főleg a Bornemisza, bár azt nehezebb kibontani, mert a regényben is a lírai vonulata van előtérben. Igen. Holott a szerelmes rész. Igen, holott egy katona volt és egy feltaláló. De a másik oldalon a Jumurdzsák igaza. Tehát ez volt egy érdekes gondolat, amit az Attilával, Véres Attilával kiötöltünk, hogy mind a két oldalnak a saját igazsága az igazság, csak hát itt ugye valamelyiknek győzni kell, mert ketten nem marad, döntetlen nincs a háborúkba, bár lehet, hogy majd kitalálják. És hát a másik dolog pedig az, hogy lehet ezt úgy sűríteni, ezt a burjánzó regényt. Van egy-két szál, az biztos. Hát, és olyan hosszú oldalakon keresztül kifejtett gondolatok, meg leírások. Nem volt szükszabó a Gárdonyi azt. Hát más idők voltak még annak idején. És ez volt a másik nagy feladat, ezen mi elég sokat dolgoztunk, és mind a mai napig dolgozunk, mert például itt egy új elemként bekerült a történetbe a Lantos figurája, amit nyilván Tinodi Lantos Sebestyénből származtatunk, de nem kimondottan Tinodi Lantos Sebestyén, hanem a Lantos, a mindenkori krónikás, aki segíti a fiatalabb közönségnek megérteni a történetet. Ez nem szájbarágás, mert dalokkal regélve, meg lanttal, gitárral énekli el az átmeneteket, az idő és térbeli változásokat, de ez például újszerű lesz ebben az előadásban. De miért, bocsáss meg, gondoljátok, hogy nem értenék már a mai fiatalok? Azért nem egy ördöglakat. Nem olvassák el. Tehát akkor az én bevezetőm az, hogy a legtöbben szinte mindenki olvasta, ez már nem igaz. Az nem igaz, szerint. És a filmet sem mindenki nézi meg, viszont színházba jönnek, és ez a színháznak óriási előnye az összes médiával szemben, hogy az valamiért még mindig élő és izgalmas tud lenni, míg egy filmet ki lehet kapcsolni, odább lehet tekerni, meg lehet nézni, hogy a karóra rajta van a törökön, és ki is a klasszikus Bakia film. Igen, meg a cikkeret a csikkek. Egyébként egy nagyon fontos, nem akarok én túl sokat beszélni, de amikor elkezdtünk beszélgetni és gondolkodni a jövőről, akkor én azt javasoltam, hogy ha ez egy jól
induló produkció lesz, és a színészek tényleg profik lesznek és meggyőzőek, akkor ezt érdemes tovább gondolni. Tehát nem úgy, mint a show businessben említett színházakban, ahol belenyomják a 50 milliót, és utána széttálják a karjukat, hogy bocs, nem sikerült annyira jól. Hanem fordító építkezni, hogy először megcsinálna az alapot. Alapot, és arra építeni, aztán ebben partnerek lennénk. Úgy gondolom ez a terv. Úgyhogy ez a jövő. Én még annyit szeretnék csak az előzőhöz hozzáfűzni, hogy arról is kérdeznélek, igen. Nagyon fontos célunk, hogy ez a olvasták, nem olvasták, stb. Tehát mi nem egy pótlást szeretnénk csinálni, soha nem is azt szerettem volna, se a Pál utcaikkal, se a Légy jó, mint halálig megsorolhatnám. Nem, de azért az kimondott célotok, hogy ilyen úgynevezett kötelező olvasmányokat. Nyilván, de hogy a színházban mi próbáljuk azt elérni, hogy a gyerek ezután menjen haza, és érdekelje annyira a történet, hogy ezek után háthal. Ha 100-ból 2 leveszi azt a könyvet a polcról és elolvassa, vagy legalább megnézi a filmet, akkor már megérte. Tehát nekünk ez kifejezett célunk. Azokat, amiket most a Matyi elmondott, hogy ők honnan közelítették meg, ez neked kellő alapot szolgáltatott, hogy a már említett ötleteket beragd, amiket mi csak szinovalizmusnak hívunk, szerénye. Igen, ez már visszatérő dolog, de pontosan ezt fogott meg. Én mindig is szerettem, tehát ami le van írva, ez engem kevésbé érdekel. Mindig is szeretek minél mélyebbre ásni, minél jobban megnézni. Az, amikor először említette, hogy a Matyi, hogy a humorjacknak tulajdonképpen igaza van, ez nekem méz volt a torkomra, a zenahol. Aha. Füleimnek, mert igen, én ez szerint szeretek gondolkodni. Múltkor épp a fősvény kapcsán említettük, ugye, hogy a Harpagon nem gonosz, hanem mindenki más gonosz körülötte. Hmm. Ez is egyfajta új megközelítés. Az, hogy a humorjacknak igaza van, ezzel maximálisan egyetértek, és azt mondom, igen, ezen az úton szeretnék én is menni. Tehát volt mire alapozni a készjárásod szerint? Hát nyilván, de azért nyilván megnéztem, tehát utána néztem a dolognak, hogyha látom, hogy nem arra mennek, mint ami egyezik az én világommal, akkor föl se hívom annak idején a Matyit. De láttam, hogy arra felé szeretnének menni, láttam, hogy a történetben arra felé van a dramaturgiai munka, ami egyezik az én hitvallásommal. Neked van előképed egyébként? Látod ezt az előadást valahol? Nem, tehát előtte nem néztem meg. Nem utána baj. Lett volna rá lehetőségem, de nyáron, de azt mondtam, hogy most ha megcsináljuk, ha inkább nem, mert az befolyásolna óhatatlanul is valamilyen szinten determinálna, azt meg nem akartam. De most nyáron viszont le fogunk menni, megnézzük az agrijátékokat. Hogyha már annyit beszéltünk elméletben a színészekről, akkor beszéljünk egy kicsit gyakorlatban is róluk, hiszen mégiscsak róluk szól ez előadás is. Kik játsszák, milyen a szereposztás? Nyilván nehéz mindenkit felsorolni. Hát nem is fogok, sőt, minden, már előre bocsánatot kérek, ha valakit kihagyok. Főbb szerep a kettős pont. Hát a sokat emlegetett humorjack, aki talán az abszolút főszereplő ebben, hiszen elejétől végéig jelen van, Danhauser Soma, ő is egy fiatal. Nagyon fontos, hogy bocsánat, Danhauser Soma mellett megjegyezni, hogy szinte kivétel nélkül nagyon fiatal a gárda. Tehát nem idősebb meglett emberek, hanem hát 30 fölött szinte alig van valaki a csapatban. Nagyon fiatal, de hát ez egyezik is mondjuk a darab elejével, tehát a regény elejével, ott közben eltelik egy elég húzas intervallum. Később már furcsább, de akkor a néző Strahál, nem? És akkor... De az pontos, hogy egy fiatal, nagyon fiatal gárd. Ezzel alól mondjuk kivétel Makrai Pali bácsi, akit sikerült ismét megnyerni Cecei szerepére. Nem is tudom, hanyatszor játsza már, de remekül. Azon kívül Dobó Zajzon Csaba, bocsánat, a Nusi, újszigeti Nusi, aki ugye szintén újpesti illetőségű, a Cecei Éva, hegedűs hadnagy. Békefi Laci, nagyon fontos megemlíteni Sárközit, a cigányt, akinek szintén elég komoly szerepe van, ő Damu Roland. Ez is egy izgalmas vállalkozás, ugye ismerjük a Roland körüli történeteket, én bátran és őszinte lelkesedéssel adtam neki lehetőséget, ez lesz az első színpadi szerepe, azt hiszem most 8 év után. Mm. Bornemisza Gergőt mondtad? Bornemisza Gergőt kettőzés van, Ondrik János és ifjabb Andorai Péter. Jézusom, kit hagytam ki? Hát szerintem a főbb szerepeket elmondtad, nyilván van még, ezért rosszak az igen felsorolások, de azért ebből kiviláglott, hogy nyilván, ahogy a könyvben is, itt nagyon-nagyon sok a szereplő. Tehát nagy a szereplőgárda, viszont kicsi a színház, ahol próbálhatsz. Tehát ez most talán még több organizálást kívánt, mint az eddigiek?
Hát ez a, csak a szokásos, én már megszoktam. Tehát ha van fa, akkor vágják föl a hátamon, szóval semmi gond. Tehát te pontosan ismered, hogy egy milyen kicsi a próbatermünk, de a Rómeós Júliát is meg tudtuk csinálni, ott megcsináltuk a valahol Európában is, tehát ez valahogy összejön. És akkor most kell a finishben átültetni az egészet az Adi színpadára? Így van, most volt egy próbánk itt hétvégén, és még lesz még adatot kettő, kétszer-három óra, de hát ez bőven elég minden. Egy jó színház lesz. Elég. Semmire nem elég, de mondjuk azt, hogy elég. Kénytelen lesz. Következő tervek? Én dolgozom, több párhuzamos dolog van, amin dolgozom. Az egyik az a most 500 éves lesz jövőre a reformáció, és ott fölkértek, hogy a Händel Messiásból csinálják egy szerigazott új zenei változatot, az a Messiás pont ma, az a címe. Izgalmasnak hangzik. Igen, és nagyon izgalmas a zenével is, meg a szöveggel is foglalkozni, hát itt magyarítani, nem hangzott még el magyarul. És ez nekem nagyon nagy kihívás, hogy lehet ezt megcsinálni. Hát egy kicsit persze a Jézus Krisztus szupersztár bele fog hatni keveredni. Fog rám, de ez szerintem a felkérésben is benne van, hogy lehet ezt olyan formában megcsinálni, ami nem csak a barokk zene kedvelőknek jó. Volt már ilyen egyébként rokkosítva, de én a rokkosítás szót most már nem használnám, hanem inkább az a maiság az a fontos. A másik ez, amit említettem, az Örökösök című darab, amit júniusban kell befejeznem, ez a öregedő korosztályomról szól, amit mondtam, és egy ilyen nagyon érdekes vízió, ami flashbackkel vissza a múltba és a jelenben. Tehát, hogy tulajdonképpen a Lír király dramaturgiai vázára épül, nagyon lazán persze, de a három lány az megvan, sőt hat van, mert ugye van három úgynevezett gruppi, akinek a lányai lesznek a lányok, van benne csavar egy pár. Tehát ez a két fő munka most, és hát a generál, amit elkezdtünk újra, és a Charlie-val, Karácsony Jánossal, James-el és a Novaival, mi vagyunk a négy öreg, és van a Mörk együttes, meg a Makról Edvokál, meg a Marót Viki, nyáron fogunk is játszani megint majd ebben a formációban. De nyomtatok is egy koncert. Volt egy turné, és meglepődtünk, megmondom szintén, meglepődtünk, mert iszonyú nagy siker volt, és hát ezt akkor most nem szeretnénk elengedni. A karácsony körül volt, nem? Igen. Hát bejártunk 10 várost, és volt a Tüskecsarnokba is, amit tulajdonképpen mi avattunk föl így rockkoncertre. Első ilyen rockkoncert volt ott, de nyáron nyilván szabad terek lesznek. Gyulati, azért nagyon meghúztátok ezt a visszatérést a Szépernő Színházban. Azért sorjáznak a bemutatók, következő projekt. Hát most remélem egy kis pihenő. Illetve hát az Egri Csillagoknak, hogyha most van egy terv, erről még nem szeretnék beszélni, mert még nem lett aláírva a szerződés, de hogyha ez összejön, akkor az Egri Csillagoknak egy sokkal nagyobb, tehát nem 40 fővel, mint most, hanem 140 fővel megvalósítani, azért az adna majd munkát bőven nyára. És hát a következő évad az most kezd kialakulni, akkor tervezzük a Három Testőrt, egy új zenei feldolgozásban, tehát nem a megszokottat, hanem újraíratnám. A Kincskereső kisködmön, a Császár új ruhája, ezek a tervek. Na jó, de hát ezekről még úgy is beszélünk. Így van. De akkor abban egyetértetek, hogyha ez jól sikerül, akkor ennek lehet folytatása egy nagyobb plérum előtt. Bízunk benne. Ez a terv. Nagyobb eszközökkel. Ez a terv. Sok sikert a tervhez, kéz- és lábtörést a bemutatóhoz, ami pedig március 10-én lesz csütörtökön, 15 órakor és 19 órakor az Adiban, tehát Szépernő Színház előadásában Várkonyi Mátyás, Béres Attila, Egri Csillagok, Szinovál Gyula rendezésében. Uraim, köszönöm, hogy itt voltatok. Mi köszönjük.